Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban a valószínűségszámítás elméleti alapjairól szeretnék beszélni egy kicsit. Tehát a téma az a valószínűségszámítás. Először is nézzük, hogy miről is szól a valószínűségszámítás. Ha végig gondoljuk, hogy az életben milyen esetekben használjuk azt a szót, hogy valószínű, valószínűleg, akkor gyakorlatilag arra gondolunk mindannyian, hogy amikor bizonytalan dologgal kerülünk szemben, akkor megpróbáljuk megtippelni azt, hogy az a dolog az vajon milyen kimenetelű lehet, és ezt valamilyen érzésre alapozva kisebb vagy nagyobb mértékben lehetségesnek tartjuk. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Nemrégen esett a hó, gyerekek kint dobálóznak az udvaron, hógolyóznak, és megnézzük ezeket a gyerekeket, és azt látjuk, hogy Petike Csabikát mondjuk 10-ből 8-szor eltalálja. Amikor Petike a 11. dobáshoz készülődik, és arra szeretnénk válaszolni, hogy vajon most eltalálja Csabikát, vagy nem, akkor inkább az az érzésünk, hogy mivel aránylag jó százalékkal találta eddig is, ezért a 11. dobás is valószínűleg el fogja találni. Amikor a valószínűségről és a valószínűség számításról beszélünk, akkor ezt próbáljuk valamilyen exakt matematikai formába önteni. Nézzük, mit is jelent ez. Hát tekintsünk egy kísérletet. És végezzük el N-szer, hát ez egy kis N akar lenni, N-szer. Vizsgáljuk, hogy egy előre rögzített A esemény hányszor következik be? Ha az esemény k-szor következik be, akkor a K per N relatív gyakoriság sok kísérlet elvégzése után egy adott érték körül ingadozik. Ezt fogjuk úgy hívni, hogy valószínűség. Mit jelent ez? Tekintsünk egy nagyon egyszerű kísérletet. Legyen az a kísérlet, hogy egy szabályos pénzérmét feldobunk. Az A esemény ezzel a kísérlettel kapcsolatban legyen az, hogy fejet dobunk. És amikor elkezdjük feldobálni a pénzérmét, akkor erről csinálhatunk egy táblázatot, mégpedig úgy, hogy ez itt a dobásszám. Itt a fejek száma. Itt pedig a relatív gyakoriság lesz. Ugye, első dobásnál tételezzük fel, hogy nem dobunk fejet, tehát a fejek száma nulla. Így a fejek relatív gyakorisága ugye 0 per 1, azaz 0. A második dobásnál fejet dobunk, azaz eddig dobtunk egy darab fejet, így a relatív gyakoriság 1/2. A harmadik dobásnál mondjuk megint fejet dobunk, így a fejek számaim már 2, tehát a relatív gyakoriság az 2/3. A negyedik dobásra írás dobunk, tehát még mindig 2 a fejek száma, azaz 2/4 a relatív gyakoriság.
Ötödik dobásnál megint csak nem dobunk fejet, hanem írás dobunk, tehát még mindig két fejünk van, ez azt jelenti, hogy két ötöd a relatív gyakoriság. És ezt nagyon sokszor elvégezzük. Ezt a kísérletet, tehát hogy feldobunk egy pénzérmét, vizsgáljuk, hogy fejet dobtunk-e, és az addigi fejdobásoknak a darabszámát megnézzük, hogy az hány százaléka vagy hanyad része az összes dobásnak, én ezt Excelben leszimuláltam. Nyilván vagy nem tudtam figyelembe venni, hogy az Excelnek a véletlen számgenerátora tudva előleg nem véletlen számokat generál, de azért nagyjából jó lesz az, és erről készítettem egy grafikont, ezt a grafikont itt most meg is mutatnám. Ez az a grafikon. Ez itt a fejek relatív gyakoriságát mutatja 600 dobás esetében. Ez azt jelenti, hogy ugye nullától indul a relatív gyakoriság, mivel relatív gyakoriság ezért egy lehet a legnagyobb értéke, és azt látjuk, hogy ez a relatív gyakoriság ez változik, ott a 0,5 környékén ott ugrágat, de minél többször végzem el a kísérletet, annál inkább a 0,5-hez tart, azaz minél többször végzem el a kísérletet, annál pontosabban fogok 0,5-et kapni. Nyilván ezt a kísérletet más módon elvégezve más ábrát kaphatunk. Például, hogyha ugyanezt a kísérletet ugyanígy 600-szor elvégzem egy másik esetben, ugye véletlen számgenerátornak a tulajdonságait kihasználva, akkor azt látom, hogy egy másik esetben már teljesen más ábrát kapok, és ugye az is jól látszik, hogy ebben az esetben például, igaz, hogy ugyanúgy 600-szor végeztem ezt a kísérletet, de például még itt majdnem exaktul 0,5 körül van a relatív gyakoriság, ebben az esetben egyrészt látszik, hogy az első dobás fej volt, azért az egyesről indul a relatív gyakoriság, sokkal jobban mozog itt, főleg az elején a relatív gyakoriság, viszont a végén jócskán 0,5 alatt marad, mondom ezt úgy, hogy a jócskán az nyilván itt most aránylag kicsi értéket mutat. Ebből mi következik? Ebből az következik, hogy még egy aránylag egyszerű kísérlet esetében is nagyon komplikált meghatározni, hogy vajon mi lehet az a szám, ami körül a relatív gyakoriság ingadozik, hiszen ennél a kísérletnél egyszerűbbet nem nagyon tudunk csinálni, hiszen ez egy egyszerű ilyen kétválasztásos kísérlet. Mégis a relatív gyakoriság már még 600-szor elvégezve a kísérletet is aránylag nagy szórást mutat. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy biztosak legyünk egy kiválasztott esemény valószínűségében, még egy egyszerű kísérletnél is több mint 600 esetre van szükségünk, vagy 600 elvégzésre van szükségünk ahhoz, hogy normálisan meg tudjuk becsülni a valószínűséget. Hát ez a valószínűségnek a gyakorlati felfogása, vagy a gyakorlati jelentése. Nézzük, hogy mit mond a valószínűségről Kolmogorov, aki axiomatizálta a valószínűség számítást. Kolmogorov egy orosz matematikus volt, aki a 20. században alkotta meg a valószínűség számításnak az axiomatikus felépítését. Kolmogorov azt mondta, első axiomája, hogy bármely esemény valószínűsége nullánál nem lehet nagyobb, és egynél nem lehet kisebb. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a tetszőleges esemény valószínűsége az a 0-1 zárt intervallumba esik. A második axiomája az volt, hogy a lehetetlen esemény valószínűsége nulla. Ez egyébként helyettesíthető azzal, hogy a biztos esemény valószínűsége 1. Igazából tök mindegy, hogy melyiket mondjuk ki, mind a kettő igaz lesz. Jobban, ha bármelyikből indulunk ki, ugyanazt a valószínűségi mezőt tudjuk felépíteni. És a harmadik axióma pedig azt mondja, hogy ha A és B olyan események, hogy A szor B lehetetlen esemény, tehát egymást kölcsönösen kizárják, akkor az összegüknek a valószínűsége az egyenlő a valószínűségeik összegével. Ebből a három axiómából lehet felépíteni azt a valószínűségi rendszert gyakorlatilag, ami a középiskolában a valószínűséget fedi. Ezzel kapcsolatban nézzünk egy egyszerű tételt, amit többször fogunk használni. Ez a tétel az, hogy ha egy A esemény ellentett eseménye
ellentett esemény, akkor PA egyenlő 1 minusz PA ellentett esemény. Tehát magyarul tetszőleges esemény valószínűségét ki tudjuk úgy számolni, hogy egyből elvesszük az ellentett esemény valószínűségét. Hát bizonyítsuk be ezt a tételt. Ugye nyilván a bizonyításnál Kolmogorov axiomáira fogunk visszautalni. Hát először is az A és az A ellentett esemény olyanok, hogy egyrészt az A-nak és az ellentett eseménynek az összege az a biztos esemény, hiszen vagy az A, vagy ha az A nem, akkor az ellentett esemény bekövetkezik, illetve a szorzatuk a lehetetlen esemény. Hiszen egyszerre nem következhetnek be, hiszen ha A bekövetkezett, akkor az ellentett eseménye nem, ha pedig az ellentett esemény bekövetkezett, akkor az A nem. Ez azt jelenti, hogy Kolmogorov 3-as axiómája miatt, ugye a biztos esemény, aminek a valószínűsége 1, azt fel tudom úgy írni, hogy az A-nak és az ellentett eseménynek az összegének a valószínűsége, de mivel ezek egymást kölcsönösen kizárják, a harmadik axióma miatt fel tudom azt írni, hogy ez PA plusz PA ellentett esemény. Tehát itt használtuk ki a harmadik axiómát. Tehát ez a harmadik axióma miatt. És innentől kezdve kaptunk egy olyan egyenletet, hogy 1 egyenlő PA plusz PA ellentett esemény, és akkor ezt ha rendezzük, akkor az esemény valószínűsége kiszámolható úgy, hogy 1 minusz az ellentett esemény valószínűsége. Még egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Itt a harmadik axiómával kapcsolatban mi van akkor, hogyha A és B nem egymást kölcsönösen kizáró események? Tehát ha nem lehetetlen események, akkor az összegüknek a valószínűségét úgy kell kiszámolni, hogy az A esemény valószínűsége plusz a B esemény valószínűsége minusz a szorzatuk valószínűsége. És ugye az eseményalgebrás videóban beszéltem arról, hogy igazából az eseményalgebra meg a halmazműveletek, illetve logikai műveletek között nagyon szoros kapcsolat van. Ez szintén ezt támasztja alá, hiszen hogyha úgy vesszük, hogy a valószínűség az gyakorlatilag egy ilyen halmazmértékként is felfogható dolog, akkor ez majdnem pont ugyanolyan, mint az 9. osztályban tanult logikai szita formula, ami azt mondja, hogy A unió B-nek az elemszáma, az egyenlő A elemszáma plusz B elemszáma, B elemszáma, minusz az A metszer B elemszáma. Itt az elemszám volt az a mérték, ami a halmazokhoz valamilyen szinten számokat rendelt, itt pedig a valószínűség számításnál pedig a valószínűség. És akkor erre hajazva, illetve ezeket az elvi megfontolásokat figyelembe véve beszélhetünk a valószínűség Laplace modelljeiről. Ami azt mondja, hogy ha tekintünk egy kísérletet, illetve egy azzal kapcsolatos A eseményt, akkor ennek az A eseménynek a valószínűségét úgy tudjuk meghatározni, hogy a kedvező előfordulási lehetőségeknek a számát elosztjuk a kísérlet összes lehetséges kimenetelének a számával. Tehát ez a kedvező esetek száma, ez pedig az összes esetek száma. Ezzel azért nagyon óvatosan kell bánni, hiszen nem mindig egyszerű megmondani azt, hogy mi az a kedvező esetek száma, és mi az, hogy összes esetek száma. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha veszünk egy hat oldalú dobókockát, ami nem szabályos, tehát hat oldalú dobókocka, ami úgy néz ki, hogy mondjuk öt oldalára egyesek vannak írva, és egy oldalára nulla, akkor azt gondolhatnánk, hogy ezzel a kockával kétféle érték dobható,
Vagyis hát ezt nem gondolhatnánk, mert ez így van, ezzel a kockával kétféle érték dobható, de ha arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi annak a valószínűség, hogy egy egyest dobunk, akkor ott az emberben már megszól egy véscsengő, hogy oké, hogy kétféle kimenetele lehet a kockadobásnak, de azért nem egy-ketted valószínűséggel fogok egyest, illetve nullát dobni. Magyarul az összes esetek száma, azt talán úgy kellene inkább tekinteni, hogy az összes különböző olyan lehetséges kimenetel, ami a kísérletben előfordulhat. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy mivel egyes szeretnék dobni, ez öt oldalán szerepel ennek a kockának, a hat oldalból. Tehát bár az egyes oldalakat nem biztos, hogy meg tudom különböztetni, vagyis hát egy kockánál azért meg tudom különböztetni, hiszen a nullával szembe van, vagy ha a nullát felülre rakom, akkor melyik oldalon helyezkedik el. Éppen ezért mondhatom azt, hogy a hat az az összes esetek száma, hiszen bármelyik hat oldalára kerülhet ez a kocka, és az öt a kedvező, hiszen ebből a hat oldalból öt oldalon van egyes, és csak egy oldalon van nulla. Éppen ezért ezt a Laplace modellt, ezt nagyon óvatosan kell alkalmazni, hiszen például az érettségiben szerepelt egy hasonló feladat, ami pont erre ment rá, hogy tudja-e valaki, hogy mi a különbség a között, hogy mi a kimenetel és mi az összes esetek száma. A kísérlet az volt, hogy egyszerre feldobunk két pénzérmét, és azt is megmondták, hogy háromféle esemény következhet be. Az A esemény az, hogy két fej a dobás, a B esemény az, hogy egy fej és egy írás, és a C esemény az, hogy két írás fogunk dobni. És az volt a kérdés, hogy mennyi a B esemény valószínűsége. És itt az a átverés ebben az egészben, hogy bár háromféle lehetőségem van, a háromféle kimenetelem van a kísérlet elvégzése szempontjából, de igazából, amikor én feldobok két pénzérmét, akkor dobhatok két fejet, dobhatok két írást, ezzel nincs vita, de dobhatok olyat, hogy fejírás, meg dobhatok olyat, hogy írásfej. Ugyanis lehet, hogy én a két pénzérmét nem tudom megkülönböztetni, mert mondjuk mind a kettő 10-es, vagy mind a kettő 50-es, de attól, hogy én nem tudom megkülönböztetni, még különböző esetnek kell vennem azt, hogyha az egyik érmével dobom a fejet és a másikkal az írást, vagy ez fordítva történik meg. És ez független attól, hogy én meg tudom különböztetni ezt a két pénzérmét, vagy nem tudom megkülönböztetni. Éppen ezért a B eseménynek a valószínűségét úgy határozhatom meg, hogy 4 lesz az összes esetek száma, hiszen 4 féle kimenetel lehet igazából, és ebből 2 az, ami számomra kedvező, hiszen ez a két kimenetel az, ami számomra kedvező, tehát 1/2 a valószínűség. És akkor csak annyit szeretnék mondani, ez lehet, hogy egy kicsit furcsa, de ha valakinek van egy kis ideje, ez már mondjuk ilyen 30-40 dobásnál is látszik, hogy nem 1/3, 1/3, 1/3 a relatív gyakoriság, hanem a fejírás, illetve az egyfej egyírás az meghaladja két fejnek és a két írásnak a relatív gyakoriságát. Nyugodtan el lehet kezdeni dobálni, és a relatív gyakoriságokat vizsgálva rá lehet jönni, hogy egyébként az, amit itt leírtam, ez nem csak a elvben helyes, hanem a gyakorlati próbát is kiállja. Hát, nagyon szépen köszönöm a figyelmet!